Köszöntöm Önöket a Hitélet legújabb adásában. Richard Kane, a Házasság Hete mozgalom elindítója szerint mindannyiunknak szükségünk van a házasság megerősítésére, mert egészségesebb lesz az ember, jobb lesz az életminősége, ha házasságban él, és a statisztikák alapján még több pénzt is keres. Ha a gazdaságot növelni akarják, érdemes szorgalmazni a házasságkötéseket, tette hozzá. Köztudott, hogy a nem házasságban élő párok a kapcsolataikban kevésbé boldogok, és a lelkészek sokat tehetnek azért, hogy a településeiken élők házasságait támogassák. Richard Kane szavait idéztem, és valljuk be őszintén, bár a tendencia mást mutat, minnyájan tudjuk, érezzük legbelül, hogy nincs ez így jól. Ezt mutatja az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő tematikus hét is, a Házasság Hete, amelynek legfőbb üzenete: van értelme dolgozni a házasságokon. A Házasság Hetének 2015-ös mottója a megtartó hűség. A programsorozat mára bekerült a köztudatba, hiszen érezzük, hogy szükségünk van egy elbizonytalanodott társadalomban arra, hogy a házasság egyértelmű értékként jelenjen meg, hogy újra nyilvánvaló legyen a házasság élhető örökérték. Szinte egyszerre mozdultak meg protestáns és katolikus, ortodox és más felekezetek, lelkipásztorok, plébánia, illetve családos közösségek. Bakó Mária, a gyulafehérvári családpasztoráció munkatársaként szervezte meg idén is az egyhetes számos délelőtti délutáni programokból álló rendezvényt. Azt próbáljuk körüljárni, hogy milyen szerepe van a hűséghez való ragaszkodásnak a házasságban. Mert sokan úgy gondolják, hogy a házasság magától működik. Magától fog menni a hűség, magától fog menni a szeretet. De úgy gondoljuk, hogy ez nem elég, hanem ezért kell dolgozni, ezért kell keresni az alkalmakat, a lehetőségeket, és ezt fel kell építeni minden nap. Minden nap a házasságért valamit kell tenni, és akkor így alakul ki a hűség. Sokan ugyanezt valljuk, de egyre kevesebben beszélhetnek erről érdemben, akiknek az élete és a házassága is akár ma is több évtized után esetleg működik. Anyaként, feleségként, több éves házassággal a hátad mögött tapasztalod-e, hogy igenis bizalommal fordulnak hozzád pont ezért a fiatalok? Keressük a kapcsolatot, és nyilván, hogy a saját tapasztalat sokat számít. Tehát mi magunk is átmentünk bizonyos nehézségeken, és ezek megtanítottak arra, hogy a hűségért kell dolgozni, a kapcsolatért kell dolgozni. És a fiatalok jó, hogyha látnak olyan modelleket a szüleikben, a környezetükben, a rokonságukban, a közösségükben, ahol látják, hogy a hűségért, a kapcsolatért mit lehet tenni, a jobb kommunikációért mit lehet tenni, és ezeket a modelleket próbáljuk fel kínálni. Ma nagyon divatossá vált a kommunikáció hiánya, meg a kommunikációs zárlata a házaspárok között, meg a hasonló mindent a kommunikációra fogunk. Én magam úgy érzem, hogy már elbújunk lassan ezek a kifejezések mögött, sőt, a kommunikáció hiányának a róvására, vagy amögé bújva egy kicsit szőnyeg alá söpörjük az igazi problémákat. Te hogy látod ezt a dolgot? Hát a szőnyeg alá söprés az elég gyakori, sajnos. Tehát sokszor a párok mennek, futnak, rohannak, gyerekek, munka, mindenféle, és azt mondják, hogy nincs idejük egymásra. De attól nem fog épülni egy kapcsolat, hogyha nem szánnak időt. Ez az idő nem feltétlenül azt jelenti, hogy órákig nagyon együtt kell lenni. Lehet, hogy csak egy kedves szó, egy tiszteleteljes gesztus, egy köszönöm szépen, egy őszinte bocsáss meg. És ez nevezhetjük kommunikációnak, de hogy valóban ezt kell gyakorolni, és tudatosan kell gyakorolni. Hogy ma egy kedves szóval legalább a másiknak megmondom, hogy fontos vagy nekem. És hogyha ezt minden nap meg tudjuk tenni, akkor tud élni az a kapcsolat. A Házasság Hete az elköteleződés ünnepe. Abban szeretne segíteni, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdaság, a jogalkotás és a politika is középpontba kell helyezze a családokat, mert amennyire stabilak a családok, annyira stabil maga a társadalom is. A házasság nem letöri az ént, hanem kibontakoztatja.
Bevallom, nem lepődtem meg, hogy itt láttalak benneteket. Örülök neki, hogy hát kolléganőm is a férjével együtt itt volt a rendezvényen. Ki is használom az alkalmat, hogy arról kérdezzelek, hogy mit tapasztaltatok, hogy éltétek meg ezt a két órát itt, illetve mivel mentek haza, hisz azt még elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy fiatal házasok vagytok. Igen, még nem egészen egy éve vagyunk házasok, és elsősorban azt tartom fontosnak én elmondani, hogy megerősödtem abban a hitemben és tudatomban, hogy a házasság és a szeretet az egy akarati döntés. Tehát én amikor igent mondtam a férjemre tavaly június 21-én, akkor valahogy az is megerősödött bennem, hogy minden nap igent mondok erre az emberre. És tisztában vagyok azzal, hogy ez sosem lesz könnyű. Holott most még kicsit a rózsaszín ködben élünk, ezt azt hiszem, hogy nem is akarjuk tagadni, de hogy azt tudom, hogy ez munka, hogy ez minden nap munka, és vannak jobb, és vannak nehezebb napok. Viszont ami számunkra még nagyon fontos, hogy úgy vagyunk ketten ebben a házasságban, hogy hárman vagyunk benne, tehát a jó Istent minden nap behívjuk a házasságunkba, vagy legalábbis törekszünk arra, hogy ebben a hármas egységben éljük meg a mindennapokat. Házasságunkat mindig újra értékeljük, és újra gondolunk, hogy mit lehetne jobbat, többet tenni érte, és úgy éreztem, hogy kaphatok valamit, ami esetleg tágítja a látásomat, vagy más szempontokat láthatok meg, amiket felhasználhatok. És megkapta, amire számított, vagy amit várt? Igen, tehát bizonyos értelemben tükröt, bizonyos értelemben más meglátásokat. Nem azért jöttem el, mert unszolt volna, viszont az igazság az, hogy ő hívta fel rá a figyelmemet. Kozma Istvánt már ismerjük, úgyhogy gondoltam, eleve jó téma lehet. Bakó Máriának a munkáját a Főegyház megyei családpasztorációs központból ismerjük, úgyhogy itt vagyunk, és én nem bántam meg, sőt, mindenkinek szinte ajánlottam volna, hogy itt legyen, mivel legtöbbször a belső problémák mindig abból származnak, hogy információ hiány van. És ha ilyen helyekre jár az ember, vagy ilyen helyeken sikerül részt vegyen, akkor az az információ, ami a probléma megoldásához szükséges, megszerezhető. Ez volt számomra itt a legnagyobb ajándék, hogy nyíltan, szabadon, kötetlenül beszélni azokról, amik otthon már bosszankodva, mérgelődve, háborúzva él meg az ember. És mit jelent a házasság a kolozsvári sajóházas pár számára? Bizonyságtételt Isten előtt, elsősorban, arról, hogy szeretjük egymást is, és szeretni fogjuk egymást, és megmaradunk egymás mellett, de lehet egy közösség előtti felvállalás is. Ez a hivatalosítás. Márpedig mindannyian közösségben is élünk, közösség felé is gyakorlatilag felelősséggel tartozunk, a szülők felé, a nemzetünk felé, és ez egyfajta bizonyságtétel a közösség előtt is, hogy igen, mi egymásé vagyunk. És fontos az, hogy társadalmilag elismert legyen egy kapcsolat. Nyilván ez az emberi oldala a dolgoknak, tehát ez emberi eredetű. Ugyanennyire, sőt, még inkább fontosabb az, hogy Isten előtt áldást kapjunk erre a kapcsolatra. És hogyha így vágunk bele, akkor a házasság is szerintem más árnyalatot kap. Másképp kezelünk problémákat, amelyek ugyanúgy érnek, mint bármilyen más kapcsolatot. Lőrinc János, a marosi református egyházmegye esperese, adj 5 percet a házasságodnak jelszó kapcsán beszélgetett feleségével együtt házaspárokkal. A tavaly feleségemmel együtt, hát résztvevőként jöttünk be ebbe a programba, beszélgettünk egyet az itt levő katolikus lelkésszel, és az idén pedig, amikor a szervezés zajlott, akkor mondtam, hogy hát lehet, hogy ebben mi is beszállnánk, és ha tudunk, akkor a feleségemmel együtt vállalnánk itt egy
néhány órát. Ezek szerint akkor idén már négyen beszélgettek mindenképpen, hisz egy házaspárként beszélgettek, és nem csak a lelkész szólt a fiatal párhoz akár, ugye? Igen. Az van, hogy a Kövesdombi gyülekezetben mi együtt vezettük a házas csoportokat, és hát együtt tanultunk a feleségemmel házasság lelki gondozást, és akkor ezt együtt is szoktunk gyakorolni, mert ezt úgy gondoljuk, hogy ennek nagyon sok előnye van, hogyha egy pár nem csak egy férfivel, hanem egy nővel is, nem csak egy férjel, hanem egy feleséggel is beszélget. Ez nagyon meggazdagíthatja a beszélgetést a tapasztalatunk szerint. Nem mindig könnyű szolgálat a házasságról beszélgetni, és úgy tapasztalom, hogy tehát magunkkal dolgozunk, benne vagyunk mi is, úgyhogy a saját problémánkat becsomagolva, de mindenképpen formál, és különösen nagy ajándék annak, hogy együtt beszélgetünk, hogy a saját kérdéseinket, amit bennünket megmozgatott, azt majd külön elő tudjuk venni és végig beszélgetni. Igyekszünk tiszteletbe tartani a másik párt, hogy ne a magunk elképzelése szerint vigyük őket valamerre, hanem hogy segítsük azt a gyógyulást sok esetben, vagy megoldást, találást, ami az ő kapcsolatuk számára jó. Ebben adott esetben próbálunk pozitív példákat mondani a magunk küzdelmeiből is, de végül is az ő döntésük az, hogy milyen úton mennek, vagy abból, amit mi elmondunk, vagy felkínálunk, abból mit építenek be a kapcsolatukba. Hány éve házasok, és néhány címszóban kérnék ilyen korszakokat, tudnának nekem akár együtt is mondani? Hát 32. éve vagyunk házasok, igen. 32-ben járunk. Hát amikor az első 10 év legyen az ismerkedés. Kb. A második 10 a találkozás, és a harmadik 10 az összeérés. Igen, ez nagyjából így volt. És azt hiszem, hogy mind a ketten el tudjuk mondani, jobban szeretjük egymást, mint a házasságunk első évében. Van, ahol a házasságot és családot támogató civil szervezetek a fő mozgatórugói, és sok esetben mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, pár- és családterapeuták kapcsolódtak be. Becski Borbála és Kozma István kisebb csoportokban vonták be a házaspárokat egy-egy a mindennapi életből kiragadott élethelyzetek elemzésébe. Nagyon életszerű, nyilván ez volt a cél, jeleneteket válogattatok ki, amelyekre megfigyeltem, a reakciók teljesen a saját szubjektív tapasztalás alapján jöttek az itt lévő házaspárok részéről. Ugyanakkor ti, miközben komoly mondani valót fogalmaztatok meg, irányítottatok csak. Igen, ez volt a célunk. Egy kicsit az elején, amikor elhangzott, hogy hát úgy érzem magam, mintha vizsgáznék, ennek a félelme picit benne volt, hogy tényleg össze tudjuk-e ezt így hozni, anélkül, hogy kényszer vagy bármilyen mesterkéltség lenne, de hála Istennek, hogy működik. És hogy azért merem ezt mondani, hogy működik, mert hogy talán pont ez, erre vágynak az emberek, és ezt nem tudják megfogalmazni, legyen az fiatalabb vagy idősebb, hogy valami róla szóljon, és ne fölötte elméletek elhangozzanak, amit ma már netről, könyvekből mindenhonnan el lehet olvasni. Tehát, hogy az elméletek is, amiket behoztunk, azt is próbáltuk úgy megfogalmazni, hogy ne arra szóljon, hogy akkor X mondta, meg XY kikutatta, hanem csak éppen az életszerűség is. Talán ennek a házasság hete rendezvénynek is ez a lényege, hogy megértve, elfogadva, meghallgatva érezze magát az ember, én is. Családterapeuta, a feleség, az édesanya, a dolgozónő,
találkozik, teljes szimbiózisban él egymástól, képes elkülönülni, amikor annak helye és ideje van, vagy hogyan éled meg ezeket a szerepeket te magad? Igen, ez jó kérdés. Néha nagyon tudatosan külön kell választani. Tehát, hogy otthon semmiképp nem vagyok családterapeuta. Akkor van nehézségem, amikor igazából családterapeutaként rálátom, hogy hol van az, amit most nagyon másképp kellene gondolni, csinálni, érezni. Tehát, hogy ott ne kívülről nézzem a saját kapcsolatunkat, hanem engedjem magam szabadon megfogalmazni érzéseket, akár bármit, és ötletelni, kreatív lenni önmagam. Tehát ne kezdjek el pszichologizálni. A gyerekeimmel kapcsolatosan úgy szintén, tehát, hogy ugyanúgy húsvér ember vagyok, akinek vannak érzései, indulatai időnként, bajai, tévedései, elakadásai. Tehát, hogy nem lehetek a saját magam terapeutája. Azt megtehetem, hogy elmegyek a kollégához, vagy rákérdezek a szupervizoromra, vagy azokra, akik ebben segíteni tudnak. Talán ma este elhangzott egy nagyon-nagyon fontos üzenet, az, hogy minták vagy minták hiánya ellenére is mi tudatosan alakíthatjuk a saját személyiségünket, párkapcsolatunkat, házasságunkat, és ezáltal természetesen egész életünket. Igen, igen, tehát hogy én nem hiszek abban, hogy determináltak vagyunk. Nagyon fontosak a generációs hatások és minták. De hogy ami úgy ma este körvonalazódott, és ezt én úgy hozom már régóta, hogy nem a csonka család, vagy az, hogy egyedül nevel egy szülő egy gyereket, határozza meg feltétlenül. Akkor igen, hogyha izolálódik, vagy megéli azt a csonka érzést, vagy azt a hiányt. Tehát ha nem száll ki ebből az állapotból, akkor nagyon a rossz hatást, a terhet éli meg. De hogy nem erről szól egy egyedül nevelő szülőnek az élete sem a gyereknek, hanem arról, hogy van még körülötte számtalan más kapcsolat, vagy példa, vagy minta, vagy az iskola, vagy egy jó osztályfőnök, vagy közösség, vagy egyházak, tehát hogy számtalan olyan variáció van, ahol ráláthat, kérdezhet, tehát hogy megtanuljon kérdezni a gyerek, illetve a szülő engedje a kérdéseket megnyilvánulni. Azt lehet mondani, hogy még mindig van egy olyan típusú családcentrikus, közösségorientáltság, illetve nagyobb mértékben van, mint máshol. Tehát a szülei generációkhoz képest lehet, hogy kevésbé családorientáltak, közösségorientáltak, de más hasonló csoportokhoz képest, tehát más országok hasonló korosztályaihoz képest, ezekben a generációkban nagyon mértékű a közösségorientáltság, a családorientáltság, a családcentrikusság. Házasságok statisztikáját illetően és az együttélés jellegű párkapcsolatok statisztikáját illetően az utóbbi 10-15 évben megnövekedett az együttélés jellegű párkapcsolatoknak a részaránya, és az ezen belül a kapcsolatokon belül született gyerekeknek a részaránya. Tehát az egy dolog, hogy a házasságok száma növekedett, de nem biztos, hogy a növekedett annak a rovására, hogy az együttélési jellegű kapcsolatok. Tehát Romániában volt egy olyan próbálkozás, amikor, ha jól emlékszem, 200 eurónak megfelelő lejjel honorálták a házasságot, házasságkötést. Ez igazából megdobta valamennyire a házassági statisztikákat, de nem következett be egy hosszabb trendszerű vállalkozás, tehát a jelenlegi statisztikákból nem tudjuk megmondani, hogy tulajdonképpen ennek a generációnak mekkora része él életvitelszerű, és hát mondjuk azt, hogy nem házassági jellegű, legalábbis nem formális házassági jellegű kapcsolatban, és hányan kötnek házasságot. Az, hogy többen házasodnak, az nem jelenti azt, hogy nem is érnek többen együtt házasságkötés nélkül. Ifjúsági lelkészként Sógor Árpád is a szociológus által említett tendenciát látja a fiatalok között. Egyre több az olyan diák, akinek nemhogy rossz képe vagy mintája lenne a házasságról, hanem nincs is, mert hogy elvált szülők gyermeke vagy árva gyermek, és valahogy fel kellene készíteni őket, hogy ne idegenkedjenek a házasságtól. Mert most ezt tapasztalom a mai fiatalság körében, hogy van egy nagy félelem a házasodástól,
attól, hogy valakivel törvényesen is összekössem az életemet, templomban is megesküdjünk. Tehát vannak ennek különböző fokozatai, és ez sajnos kezd elfogadottá válni, hogy együtt élnek fiatalok mindenféle elköteleződés nélkül. Rendkívül fontos a tudatosság és az odafigyelés, és én azt gondolom, hogy nagyon jó és nagyon fontos, hogy van egy ilyen jellegű rendezvény, amikor a programokat kínálunk fel, de nagyon fontos, hogy ez a hét után mi az, amit elviszek magammal, mi az, amit párként elviszünk magunkra, és amiket használunk a saját épülésünkre, a kapcsolatunk épülésére. És én azt gondolom, hogy nagyon gyakran tényleg elsősorban az, hogy időt adunk. Hogy igen, szánunk időt a zsufolt programunk ellenére, és részt veszünk egy ilyen programon, részt veszünk egy ilyen rendezvényen, és akár a hétköznapokban is erre jobban odafigyelni, hogy hogy működünk különböző szerepeinkbe, illetve melyik szerepünkre mennyi időt fordítunk. És a tudatosság. Ezt fontos komolyan venni, betervezni és megszervezni, és időt szánni. Olyan sok mindent tudunk időnként elméletben, szavak mentén, de hogy mit teszek a gyakorlatban. És ez mindig egy kérdés. Mi sosem tudjuk ezt konkrétumokban megfogalmazni és elmondani, hogy mit kellene tenni, ezt mindenki eldöntheti. Viszont fontos, hogy igen, tegyek ez ennek érdekébe. És akár ha csak egy ilyen gondolatot viszek el magammal, vagy viszünk el magunkkal egy ilyen alkalomról, hogy a minőségi idő. És ezt komolyan vegyem. Hogy tényleg legyen olyan minőségi időm, amit a párommal, a házastársammal együtt töltök. A közös élmények, amik fontos, hogy legyenek, és hogy egy másik szempont akár a kommunikációnk. Milyen a kommunikáció? Hogyan s mind van jelen a kommunikáció a kapcsolatunkban? Képes vagyok-e meghallgatni a másikat? Képes vagyok elmondani neki az, hogy mi bánt? És ezt úgy megfogalmazni, hogy ez ne feltétlenül indulatokkal tele legyen, hanem vagy akár leülni és megoldásokat keresni bizonyos kérdésekre, nehézségekre, vagy csak egyszerűen elmenni, sétálni és együtt lenni. Mert vannak ilyen pillanatok is, amikor erre is időt kell szánni. Kézdivásárhelyen idén harmadik alkalommal szervezték meg a házasság hetét. Mi egy olyan kultúrában próbáljuk ezt a rendezvény sorozatot meghonosítani, ahol még nem divat az, hogy például a férfiak leüljenek és mondjuk saját érzéseikről beszéljenek más házaspárok között, és ezért úgy visszafogottabb az itteni rendezvény. Ugye az egyházaink sem támogatják olyan értelemben, hogy érezni az ember azt, hogy itt van egy lelkesedés a háta mögött, de mi úgy gondolom, hogy a két családos csoport lelkesen szerveztük, és azok a családok, akik bekapcsolódtak, azok biztos, hogy kaptak valamit, hanem mást akkor egymás hibájából tanultunk, vagy egymás tapasztalatából. Az esemény az erre az alkalomra átrendezett teremben rövid ismerkedéssel kezdődött, majd a barátságos hangulatú fogadtatás után a szervezők köszöntötték a megjelenteket. A felvezető előadás mottója házasságban élni vagy égni volt, fő üzenete pedig az, hogy igazán jól megélni a házasságot, csak azzal a céllal lehet, ha Isten is jelen van a párkapcsolatban. Minden házaspárnak minden nap meg kell, hogy találnia a maga válaszát, a saját válaszát. Hogy igazából ők élnek 10, 20, 30 vagy akár 40 év után a házasságban, vagy égnek. Mert hogy ez lenne a lényeg, a cél, hogy élni a házasságban, élni a házasságot, életet adni egymásnak, boldoggá tenni a másikat, és nem perzselni, netán pusztítani, vagy tönkretenni a kapcsolatot, és tönkretenni ezzel a másikot is. A meghitt hangulatú együttlét második felében játékos beszélgetésre hívták a házaspárokat, akik egy-egy asztalt körülülve teázás közben a témához kapcsolódó idézetek és képek alapján beszélgethettek egymással a párkapcsolat nehézségeiről és örömeiről, a helyes kommunikációról, a konfliktusok megoldásáról, a gyereknevelésről. A rendezvény végén a letisztult gondolatokat sikerült összesíteni és papírra vetni, így azok a továbbiakban is megerősítésként szolgálhatnak. A házasság hetének Kézdivásárhelyi rendezvénysorozata vasárnap ökumenikus istentisztelettel ér véget, ahol sor kerül a házastársak megáldására is.
Kedves nézőink, egy összegző megállapítással búcsúzom önöktől, az egyház törekvésein túl a gazdaság, a jogalkotás és a politika is középpontba kell helyezze a családokat, mert amennyire stabilak a családok, annyira stabil maga a társadalom is. Én megköszönöm figyelmüket, várom önöket vasárnap a megszokott időben, 17:30-tól, a műsor a Hitélet Facebook oldalán bármikor visszanézhető. Viszontlátásra!